A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikum két évvel ezelőtt nyert mobilitási programot Zero Waste címmel az Erasmus Pluszon belül. Ennek a pályázatnak a keretében érkeztek Nyíregyházára spanyol, olasz, török, észt, cseh, lengyel, valamint francia nemzetiségű diákok és kísérő pedagógusaik. A fiatalokat Úrik Attila, Nyíregyházaváros alpolgármestere köszöntötte. Egymással beszélgetve osztják meg igazából a jó tapasztalataikat arról, hogy hogyan lehet az embernek ezt a karbonlábnyomát, ugye, amit hagy maga körül, nullára csökkenteni, tehát hogy ne szemeteljen, hogyan védje meg a környezetét, hogyan legyen környezettudatos. Ez ebben a korosztályban azt hiszem, hogy igen erős téma, illetve egy olyan téma, amely folyamatosan érdekli a fiatalokat. És azért jó, hogy ilyen sok különböző nációból eljöttek ide Nyíregyházára, hogy nagyon sok példán keresztül ismerkedett meg azzal, hogy ezekben az országokban mit tesznek azért a hasonló korosztályi fiatalok, hogy egészségesebb környezetben nőjenek fel. A mobilitási programban a diákok két alkalommal utaznak. Magyarországon és Lengyelországban van alkalmuk találkozni a tanulóknak, pedagógusaik viszont utazásaik során spanyol, olasz, francia, észt és cseh kollégákkal közösen dolgoznak ki fenntarthatósági tanterveket, ilyen módon is koncentrálva a fiatalok környezetvédelmi nevelésére. A hónap végén megvalósuló lengyelországi találkozó alkalmával az üveghulladék újrahasznosítása lesz a fő téma. So I'm from the Czech Republic and I think it's very important to say. Én Csehországból érkeztem, és úgy gondolom számomra, valamint a projekt számára is nagyon fontos a környezettudatos viselkedés és a fenntartható életmód. Nagyon szomorú, hogy manapság az emberek ezzel nem törődnek kellő mértékben, lehet, hogy nem ismerik fel azt a hatalmas problémát, amivel a környezetszennyezés jár, és ezért is veszek részt ebben a pályázatban. A diákok a Vásárhelyi Pál Technikumba visszatérve előadást tartottak, melyben saját országuk fenntarthatósági problémáit mutatták be. Azt gondolom, hogy az újrahasznosítás és az újrafelhasználás területén nagy problémáink vannak. Nálunk is hatalmas hulladéklerakóhelyek léteznek, melyek szennyezik a környezetet. Véleményem szerint újra kellene hasznosítani ezt a hulladékot. A Nyíregyházi Technikum négy magyar diákja két tanár kíséretével április 21-én utazik Lengyelországba a következő találkozóra. Az országokon átívelő projekt július 1-én zárul.